Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor, földügyi kormánybiztos, korábbi földművelésügyi miniszter. Üdvözlöm, miniszter urat, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves televízió nézőket. Nemrégiben került kiadásra legújabb könyvem, a Mindent a magyar vidék jövőjéért című kötet. Mit lehet róla tudni? Egy összegző kötet tulajdonképpen, speciális műfaj, hiszen a félmúltnak, a közelmúltnak a történetével foglalkozik, és kiváló szerzőtársaimmal együtt állítottuk össze. Az a célja a munkának, hogy bemutassuk a 2010 utáni időszaknak az agrárpolitikáját, a fontosabb történéseket, a mezőgazdaság különböző ágazatainak a fejlődését, a munkahelyteremtést, a termésskálának a gazdagodását. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hiszen megvásárolható interneten is rendelhető, illetve a könyvtáron keresztül hozzáférhető a kiadvány. Azt igyekeztünk összegezni, hogy miképpen lehetett a kormányzati munkát, a gazdáknak a tengersok munkáját összehangolni azon cél érdekében, hogy Magyarországon a mezőgazdaság megerősödjön és talpra álljon. Hát egy elég terjedelmes munka, 400 oldal, de én azt hiszem, hogy érdemes forgatni. Térjünk át a térség gazdasági és kulturális életére. A Karcag Kincse Gasztro és Élménypark része, a Sámán Dob. Hol tart jelen pillanatban a beruházás? A beruházás első üteme elkészült, ezt követően lett kidolgozva a folytatás, a felépítmény részeknek a kivitelezése. Itt az elmúlt időszakban az kivitelezési árak már nagyon elmentek. Így új közbeszerzést kell majd kiírni, és hát most már látszik, hogy tetemes bekerülési költség van, erre majd állami plusz keretigénylés szükséges, ezek a munkálatok folyamatban vannak, és meg fog épülni a Sámán Dob, én remélem, hogy minél hamarabb. A koronavírus járvány hogyan befolyásolta a mezőgazdaság helyzetét, és miért fontos az, hogy az emberek magyar élelmiszert vásároljanak, és amennyiben lehetőség van rá, a helyi gazdaságokat segítsék? A koronavírus járvány ezt megmutatta azt, hogy igazán azok az országok képesek helytállni, amelyek saját élelmiszertermeléssel rendelkeznek, és képesek az önellátásra. A magyar mezőgazdaság az elmúlt években, ez egyébként benne van a monográfiában és a könyvben is, mintegy másfélszeresére növelte a kibocsátását, tehát minden lényeges élelmiszerből exportálunk, illetve önellátásra képesek vagyunk. Ezt nyilván befolyásolja az adott év, az adott időjárás is. Most a idei év azért nem a legjobban indul, de a gazdák a járvány viszonyok között is helytálltak. A belső ellátás pedig rendben volt, akkor is, hogyha egészen nagy készleteket halmozott fel a lakosság, különösen a járványnak az első időszakában, és megmutatkozott is, hogy az alapvető élelmiszerekből, azokból teljes mértékben el tudjuk látni a belső piacokat, sőt az export is lehetséges. Nagyon fontos, hogy a gazdaság ne álljon le, tehát a kivitel az továbbra is folyamatos legyen, hiszen az export bevételekre szüksége van, az országnak ez jövedelmet is jelent, plusz készleteink vannak, hiszen a nemzetközi turizmus az visszaszorult, így azok a turisták, akik nem jönnek hozzánk, nyilvánvaló, hogy nem vásárolnak itt, nem is fogyasztanak, ugyanakkor a magyar emberek itthon maradtak, és ők sok élelmiszert megvesznek, amit mondjuk egy nyaralás alatt korábban külföldön fogyasztottak volna el. Tehát korai még kiértékelni a helyzetet, de az látszik, hogy a magyar mezőgazdaság az ütésálló, a belföldi ellátás az biztosított, és a kellő választék is rendelkezésre áll. És én pozitívnak tartom azt, hogy sokan kerestek helyi megoldásokat, és én ezt javaslom továbbra is, hogy gyakran a szomszéd utcában van mondjuk egy élelmiszerfeldolgozó, egy lekvárkészítő, egy mini húsüzem, egy olajkészítőüzem, olajütőüzem. Onnan meg lehet vásárolni azokat a dolgokat is, amiket esetleg interneten rendelnénk le, vagy nemzetközi láncoktól vásárolnánk. Ezek egészséges, jó minőségű, friss helyi termékek. És a piacokon ennek a teljes választékát láthatjuk is. Erre a karcagi piac is egy jó példa. Tehát a Covid, a különböző korlátozások, amelyeket az egészségünk érdekébe kellett meghozni, rávilágított arra, hogy el tudjuk látni magunkat itthonról, és sok élelmiszert elkészítünk otthon. Van, aki
aki kenyeret, sőt, van, aki otthon kezdett főzni, hiszen az otthoni munka is teret hódított, mind-mind lehetőség egyébként a termelők és a feldolgozók számára, és hogy ezekhez a keresleti igényekhez igazodjanak. Tehát én úgy látom, hogy a magyar élelmiszergazdaság, hála a gazdáknak, az összehangolt kormányzati intézkedéseknek az eredményesen vizsgázott a járvány időszak alatt, és így ez az év is egy viszonylag stabilnak tekinthető. Július végén került átadásra az 4-es szemfúton, hogy a gyorsforgalmi út, ami Abonyt, Cegléret köti össze. Miért fontos ez a térség lakói számára? Hát Budapest lényegesen közelebb van. Én is most 2 óra 5 perc alatt éltem Karcagra, pedig minden előírás betartva nyugodtan, szépen, tempósan haladtam. Folyik ez a nagy beruházás, Magyarország legnagyobb autópálya építkezése, és most látszik, hogy a szolnoki északi elkerülő is gőzerővel halad, az megint körülbelül egy fél órát fog jelenteni. Tehát tulajdonképpen fegyvernektől egy órossz alatt lehet majd felén, hiszen ott lesz a következő csatlakozási pont. Én szerintem körülbelül másfél év alatt készül majd el ez a szakasz, és utána pedig igénybe tudjuk venni. Előkészítő munkálatok zajlanak a tervezés, engedélyezés vonatkozásában a további szakaszokra, így amely Karcagot is érinteni. És akkor tényleg néhány év múlva Budapestig tudunk menni az autópályán városunkból. Hamarosan véget ér a nyár. Milyen turisztikai szezont zárt a Tiszató és környéke, ahol számos beruházás, fejlesztés történt az elmúlt időszakban? Én személyesen is láttam, szerintem sokan tapasztaltuk azt, hogy rekordszámú turista volt a Tiszatónál, sikerült a térséget még inkább ismerté tenni, és ilyen balatoni tömeget idéző látogató ezrek voltak például a tiszafüredi standon is, a Bátszalókon is volt egy standfelújítás, olyan élményelemek vannak, amelyekre már régóta vártunk, és hát én azt hiszem nagyon eredményes fejlesztéseket mutatnak, akár a füredi standon ez a kiépített ilyen mólórendszer, a szolgáltatások is, a megújult a Bátszalók és stand büfésorra vonzották a kirándulókat. Sokan mondták is, hogy talán ez a kapacitás nem is elég ilyen látogató tömegnek, hát ennyi baj legyen, legfeljebb az ember egy kicsit tovább áll a sorban, de akkor is itt helybe is élményekkel tud gazdagodni. És a termál szezonra is ez érvényes, az eleje az tulajdonképpen hiányzott a járvány miatt, de utána sikerült sok mindent pótolni. A vendéglátósok is többnyire pozitív visszajelzéseket mondtak, és most egy újabb kampány várható az őszre vonatkozóan, hogy a hétvégeket, hogyha már a szabadságon túl is vagyunk, a hétvégeket töltsük idehaza, és éljünk ezekkel a lehetőségekkel, hiszen itt a térségben a termálfürdők azok nagyon jó állapotban vannak, és jó néhány olyan a környékbe található műemléki látnivaló van, a Kisnánai vár, a Tiszadobi Andrássy kastély, Egernek a belvárosa, amelyek kifejezetten megújultak az elmúlt években. Debrecen pedig hát régi célpontunk, ott is több látványos fejlesztés zajlott, érdemes ezeket végigjárni. Én bízom benne, hogy maradandó élményekkel lesz mindenki gazdagabb. Augusztusban indult el az a kampányidőszak, amely a szeptember 27-i időközi választást készíti elő. Hogyan tekint a jövőre nézve, miniszter úr, e tekintetben? Én fontosnak tartom azt, hogy a várospolitika az folyamatos legyen, tehát az a városfejlesztési irány, amely egy nyugodt, kiegyensúlyozott fejlődést tudott felmutatni az elmúlt években, a kormányzati elképzelésekkel, a megyei elképzelésekkel összhangban tudtunk dolgozni, az a polgármester személyén keresztül megerősítést nyerjen. Ezért biztatok mindenkit arra, hogy támogassa a Fidesz-KDNP jelöltjét, Szepesi Tibort, aki önkormányzati képviselő, intézményvezetőként is nagyon kreatívan dolgozott az elmúlt időszakban, és azt hiszem, hogy a sport terén végzett munkája is közismert. Egyéni körzetben is választásra kerül sor. Dobos László polgármesterről elhunytával ugyanis nem csak a polgármesteri tisztségre kell új szemét választanunk, hanem a körzetében is. Itt dr. Pintér Zoltán történész református gimnáziumi tanárt javasoljuk, hogy a választók őt támogassák, ő a Fidesz-KDNP jelöltje. Vannak természetesen más jelöltek is. Köszönöm az interjút. Köszönöm. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!